Ma újra egy Maxwell könyvet hoztam el nektek. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Őt gondoltam ma bemutatni nektek, nem tudom, hogy látszik így. Ugye John C. Maxwell, vezetés 101-es a címe a könyvnek, alcíme minden, amit a vezetőnek tudnia kell, és én azt gondolom, hogy ezek a Maxwell könyvek igenis hatásosak, főleg egy üzleti csatornára, ott, ahol a vezetés az alapja mindennek, hiszen a vezetés az nem csak azt jelenti, hogy te, neked van egy olyan céged, amit vezetni kell, és te vagy a legfőbb guru, az ugyanúgy lehet egy munkahelyi vezetés egy dolgozódnak, vagy éppen egy kollégának, aki fölött egy icipicit is van dolgod abba, hogy elérd nála, amit muszáj neked tovább delegálnod, vagy éppen arra gondolsz, hogy ezt közösen hogy tudnátok megoldani, és itt is bizony azokat a képességeket, készségeket tudod használni, amit egy-egy ilyen remek könyvből, például ő belőle, de legfőképpen a Maxwell-féle tanításokból tudsz. Magyarországon, illetve egy magyar YouTube csatorna nagyon sokat foglalkozik Maxwell-féle vezetés technikával. Ő Parajdi István, ő nekem a virtuális mastermindomnak a tagja. Személyesen minimálisan ismerem csak, illetve nem járok hozzá ugye mastermindra, ellenben nyomon követem az ő csatornáját, ami az úgynevezett sikervitamin, hogyha egy kis reklám is belemehet. Érdemes, van egy speciális stílusa egyébként az embernek, de jó az, amit mond és amit csinál, illetve ő is ugye alapvetően Maxwell vezetését adja tovább, tanítja, nem is tudom, hogy nevezzem, sugallja a kis videóiba. No, de hát ne térjünk el ugye az eredeti témától. A könyv, amiért ma hoztam, illetve amiért nekem szándékosan személyes kedvencem, ugye 21 példán keresztül mutatja be azt, illetve nem is példán, hanem alaptörvényen keresztül mutatja be azt, hogy hogyan lehet valakiből jó vezető, hogyan válik valakiből jó vezető, és ezeket az úgynevezett törvényeket, ő ugye törvényeknek nevezi, vagy fordítja valaki, tehát 21 olyan alapszabály, tényleg törvény, nincs most hirtelen jobb ötletem, hogy minek nevezzem, az, amin keresztül te jó vezetővé tudsz válni. Ha ezeket állandó jelleggel és állandó körültekintéssel be tudod tartani, akkor valójában el tudsz jutni arra a szintre, ahova esetleg az átlag ember nem. Ezért érdemes egyébként amúgy is ezeket a könyveket olvasni, illetve tapasztalatszerzésből forgatni. Én szoktam olyat is, hogy nem az egész könyvet olvasom el, csak emlékszem, hogy valami olyasmi volt benne, és mondjuk fejezet szinten eszembe jut, hogy esetleg hol találtam, vagy hol lehetett, vagy mi az az alcím, ahol lehetett. No, akkor csak belelapozok, hogy jól emlékszem-e. Nagyon fontos az, hogy ugye a tudást, azt valójában akkor, tehát amikor először elolvasod, nem biztos, hogy képes vagy teljesen magadévá tenni. Én ezért szoktam többször is elolvasni. Maxwell-t is nagyon sokszor olvastam már többször, tehát volt egy pár Maxwell, amit már többször is elolvastam. Én úgy emlékszem ezt a vezetés 101-et összesen kettőször, ellenben ez a kettő elég volt arra, hogy konkrét magát a törvényeket azért úgy bele-bele mélyítsd az elmédbe, és bizony konkrétan, ha valamire szükségem lenne, akkor ugye belelapoznék, hogy éppen adott esetben mi az, amit és hogyan javasolja. No, hát nem kívánom ma se hosszabbra nyújtani nagyon ezt a videót, mert már így is szerintem megint elég hosszúak a videóim, úgyhogy mutatom még egyszer, Maxwell vezetés 101 című könyve, és ajánlom, hogy olvasd el. Legalább egyszer. Ha nincs meg, bátran valahogy jelzed, valahogy eljuthatom hozzád, ha igény van rá, vagy mit én találkozunk előadáson, következőn visszaadod, nekem tökéletes. Én hiszek abba, hogy amúgy van értelme papír alapon olvasni egy könyvet, és nem csak digitálisan, vagy éppen tehát konkrétan PDF formátumban, vagy egyéb. Én nagyon szeretem a papírkönyveket, nekem valahogy annak van egy plusz varázsa. No, hát ha tetszett a videó, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Nem vagy még feliratkozva a csatornámra, akkor szerintem tudod már, hol kell, ott a kis csengettyűnél, és ugye bekapcsolod az összest, akkor minden videómról kapsz értesítést. Ha pedig a hírlevelemre nem vagy feliratkozva, akkor www.szucstamas.hu, és legalább van egy ilyen blokk, ahol fel tudsz iratkozni. Köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk holnap is. Szia!